egyébként ebben a ruhában gondolom az olasz parlamentben is nyugodtan be lehetett menni. Igen, mert ez egy egyszerű ruha, amiben fel vagyok öltözve, és nem látszik semmi, úgyhogy. Igaz a hír, amit hallottam, hogy az olasz parlament után egy másik parlament meghódítására készül? Nagyon szeretnék a magyar parlamentbe is bejutni, ki tudja, talán. Ezt most komolyan mondja? Halál komolyan. Szeretne indulni a következő választáson? Nagyon szeretnék indulni. Milyen párt színeiben? Én szerintem olyan pártszínekben, ahol a gyerekeknek a védelmére szükség van, és azt hiszem, hogy minden országban ez a probléma megvan. Egyébként olvastam, hogy Magyarország részén is van egy-két probléma a gyerekekkel való probléma. Egyébként kormánypárti lenne szívesebben, vagy pedig ellenzéki? Melyik a jobb szerep magának? Tanulmányoznom kell. Az itthoni viszonyokat? Igen. És most egészen komolyan mondja, hogy mondjuk egy év múlva hazajön, és a magyar állampolgár még egyébként? Igen, magyar passzaporttal. És hazajön egy tanulmányútra, bejárja Tolnát és Baranyát, megtudakolja az emberektől, hogy hogyan támogatnák az ön jelölését, és utána egészen komolyan azt gondolja, hogy elindul a választáson? Én komolyan gondolom, ne haragudjon, meg vagyok egy picit fázva. Én komolyan gondolom, hogy indulnék a magyar parlamentbe, és nagyon szeretném csinálni. Persze, hogy kellene egy tanulmány körutat csinálnom, hogy beszéljek az emberekkel, és megtudni, hogy pontosan mi a probléma. Egyébként én tudom, hogy mi a probléma, mindenütt tudni, hogy... Mi a probléma? Hát a probléma a válság. Probléma, hogy nincs pénz, probléma, hogy mint az anyukám is, aki már 60-valány éves, nem akarom mondani mennyi, mert akkor az anyukám megharagszik rám. Őnek is nem elég a pénz, amiből meg tud élni a hónap végén. Úgyhogy elég sok probléma van Magyarország részéről. És ha ön annak idején a rádió műsorban a férfiak és a nők szexuális szerelmi életével foglalkozott, házas életével, mit gondol, Magyarországon is lenne igény erre, hogy egy képviselő ezzel is foglalkozzon? Hát én emlékszem arra az időre, amikor engem valamikor, nem is tudom, 2 évvel ezelőtt talán, hívott egy párt, aki abban az időben indult, és valami szerelem, valami ilyesfélének hívták, én nem emlékszem pontosan rá, hogy érdekel-e engem, de nem emlékszem, hogy ki lett volna a vezető, nem emlékszek nevekre, hogy őszinte legyek. Ezt nem is bánom, mert lehet, hogy most már letagadná, de lehet, tudom, hogy az elkövetkezendő választásokon ezek szerint lesz egy szerelempárt, amelynek a színeiben indul Staller Ilona. De lehet, hogy nem is lehet, hogy szerelempárt néven, de sok mindent belefoglalva, úgyhogy a probléma a szerelem, az AIDS, AIDS, a gyerek probléma, úgyhogy nagyon sok minden, és válság. Ha már szerelem, akkor házasság. Ugorjunk egy picit. Annyit tudunk, hogy házasság Jeff Koons-szal, majd válás, botrányok, gyerekrablás. De azért meséljen nekünk erről, kicsit részletesebben. Hogyan ismerkedtek meg? Hogyan házasodtak össze? Hát ez egy olyan része az életemnek, amiről nem nagyon szívesen szeretek beszélni. Ugyanis ez a része, amikor én, vagy ő ismert, vagy mondjuk úgy, hogy ő ismerte engem meg, vagy én ismertem őt, ez úgy történt, hogy én még Rómában dolgoztam, Olaszországban, és egy nap a faxon leérkezett egy fax Amerikából, New Yorkból, a Koons-tól, és mondván, hogy már pedig én egy amerikai művész vagyok, szeretnélek megismerni, szeretnék veled a Biennale, Venice Biennale-ra készíteni különböző munkát. Velencei Biennale-ra. És, de annyira olyan bolondosnak tartottam ezt a faxot, hogy összegyűltem és kidobtam a szemétbe. Utána a menedzserem, az akkori menedzserem kihalászta, szétnyitotta, és azt mondta, erre válaszolni kell. És akkor válaszoltunk rá, ugyanis ő válaszolt, én meg aláírtam. És ő, a Koons lejött egy STM-re, és emlékszem, hogy Milánóban voltam. Elnézést, többször mondta ezt az estélyt, hogy az STM. Ez az STM, ez valóban egy estélyt jelent, hogy olyan estélyt adott egy palotában, vagy pedig ez egy showműsor? Showműsor diszkokban, diszkoklubokban, diszkotékban. És lement a... És lejött a Koons, és megnézte az STM-et, és kongratulált, mondta, hogy nagyon szép, nagyon, hogy szép vagyok, hogy hát mindenféle bókokat, amit egy férfi tud mondani egy nőnek. És annyira, hogy a végén
kezdte mondani, hogy rendben van, akkor fogunk találkozni, a következő alkalommal le fogjuk jönni New Yorkból Rómába, és akkor megbeszélünk, hogy hogy mint lesznek a következő lépések. Te nem vagy kislány, gondolod, de tudod már miért, igen. Ó, kislány, te nem vagy kislány, jól tudod, hogy mit miért teszel vele. Gyere, gyere, felejtsd el, hogy szerettél már más, talán én is elfelejtem a sok-sok csalódást. Gyere, gyere, szoríts meg, és legyél nagyon jó, amit nekem te tudsz adni, ez ki nem mondható.